Második fejezet A halottal véletlenül találkozott a hálószobájában, abból az alkalomból, hogy felfigyelt e néhai úr hortyogására, s amint benézett az ágy alá, ott látta a megboltogultat békében nyugodni, harsány álomba merültem. – Halló! mi ez? Hey, – Hé, azonnal jöjjön ki az ágy alól! – A tetem vállat van, mint aki nem szereti, a minden csekéséget így eltúloznak – és gúnyos megnyugtatással dünnyögte. Kérem, kérem, mit van úgy oda? Előjött, de közben kibukkanó vállával feldöntötte a bordóernyős lámpát, ezután kinyitotta az ablakot, jobb keze fejét az utca fölé tartotta, mintha futólag megáldaná a járók őket, majd fanyarul így szólt. esik. Érdekes, hogy San francisco minden szerdán esik. Ez a gyáraktól lehet. Hány óra van? A vörös millió most nyomban egy fotelba ült, hogy teljes kényelemben legszélesebb vigyorával élvezze az egész históriát. Az ilyen embereket ő gyűjtötte. Úgy érezte, hogy a világon annyi hülyeség történik naponta, és oly ritkán akad egy is, amelyik szórakoztató volna, hogy ilyesmiért hálásnak kell lennünk. Kicsoda jön? Egon Small, porszívó és vasútjegyügynök. Ezen felül több éve már meghaltam, ami mellesleg nem zárja ki azt, hogy megkínáljon egy cigarettával. Egy cigarettán nincs. Akar szivart? Nem, hozasson cigarettát. Vendéget nem szokás ultimátumszerűen kínálni. De azt megbocsátja, hogy bemerészkedtem a hálószobámba? Hát, ezt nem veszem rossz néven. De mi volt annyira sürgős magának, hogy felébreszem? Nem olyan időket élünk, uram, hogy egy intelligens ember bárkit is felkeltsen, az illető éppen alszik. Pálinkája nincs. Oportói oportói vörösbort tartok a háznál. Jellemző. Dünnyögtek keserű lenéző Egy milliós. Na, nem fejezte be, és legyintett, mint akit az udvarjasság akadályoz, hogy megvető véleményét nyilvánítsa. A tükrös asztalról felvett egy kölni szórót, és bepermetezte az arcát. Egy Nyomban hozatok pálinkát, kiáltott lelkesen Mr. Teó, és cigarettát is. Ön mától fogva a barátom. Hm. Megengedi, hogy ez esetben családi körülményeit szeretném is menni. És hivatalos zordsággal, mint aki a sírból egyenesen bejelentő lappá elevenedett, szinte vádlón kérdezte. Atya neve? Walter Lincoln? Van valami köze a néhai Ábrahámhoz? annyiban, hogy végül valamennyien eljuttunk az ő kebelére. A nagy államelnököt gondoltam, akit egy színház páhajában lelőttek, vagy leszúrtak. Ártatlanok vagyunk, nem, hogy az elnököt, de még egy belépő egy árát sem szúrták le semmiféle színházban az őseim, mivel ezt a szórakozást nem kedvelték. Sz szép család! Dörmögte, és megkóstolt egy pudingszerű valamit, de kiköpte, miután hajkenőcsnek bizonyult. Szívesen lennék valami hideg felvágott félét, de figyelmeztetem, ha azt feleli, hogy csak meleg disznókarajt tart a házban, habozás nélkül nyomban inzultálom. Miért hiszi, hogy kötelességem önt kényeztetni? Mert azt is olvastam a hirdetésében, hogy igen sok pénze van. Ezt mellesleg kezdem kétségbe vanni, mivel állandó ígéreteket szeszesítalok és dohányáruk bevásárlására, hogy azután kiszakarva megfeledkezzék ezekről és eltűnt a szekrényben derékig. Nem jönne velem ebédelni valahová? kérdezte egyre vidámabban Mr. Teó. Mikor reggelizett? Két napja sincs. Az ingek két polca lejjebb vannak. még hajolgathat is az ember. Marmogta egyre idegesebben, miközben a milliómos ingei között válogatott, és mindenféle lábatlankodó pizsamát egyszerűen kidobált a földre. Csupa ízléstelen holmi, jama. Hogy lehet piros nyakkendőt viselni? Kizárólag azért keresett fel, hogy az úridivatról értekezzék. Olvastam a hirdetését. Gondoltam, mindenkit megelőzők, a személyesen érkezem levél helyett, továbbá gazdaságos, mert önmagamat nem kell készpénzzel bérmentesíteni. Egy megfelelő övet nadrágja köré fűzött, a többit leszúrta a földre, és hátra simította rendetlen őszhaját. Na, jön vagy nem? Kérdezte türelmetlenül: Ha mindenkit meg akart előzni, kérdezte az autóba, Mr. Teó, akkor bizonyára elsőrangú ötlete van. Természetesen. Ön lesz a második, Stanley? Ma? Lehangol. Az elsőről sem hallottam. Őseinek tartózkodása a színművészettől odáig tökéletesedett, hogy ő nem tud olvasni, és ezért műveletlen. Ha így folytatja, a lehetséges, hogy étkezés után megverem. Psz, még ez sem lesz előtte műveltségének bizonyítéka. Na, Stanleyról ennyit. Csodálatos teljesítménnyel felkutatta livingston a nagy tudóst, aki a Kongó vidékén eltűnt. Hm, mégiscsak emlékszem az esetre, folytassa. Ön is felkutathat egy eltűnt nagy tudóst. Pontosan két év előtt bejárta egy hír a világ sajtót, hogy elveszett a csendes óceán szigetvilágának nagy kutatója, Gustav Bár, az angol királyi földrajzi társaság tagja, stb. Utoljára egy kanibáltörzs étlapján említették a nevét valami savanykás körettel kapcsolatban. Azóta nyoma veszett. Azt hiszem, jó nyomon járok, ha az étlap alapján... Ne folytassa, intette le Small. Elfelejti, hogy olcsó éttermekben sokszor előkelő fogások neveit írják az étlapra, ahol ott nem is főzték ezt a nagy úri csőben sült mifélét vajasmorzsával. Ön szerint tehát Gusztáv bár él, mert a valóságban nem tálalták fel csőben sütve vajasmorzsával? az is valószínűtlen, hogy rostonú borka salátával, vagy akár zsemje morzsában sütve idei burgonyával, zsírjában és zöld petrezselyemmel feltállalták volna. Felett a néhai, és különös, álmatok, szelid mosolyjal nézett a távolba, miközben nagyot nyelt. Ugyanis e konyha receptek egyike sem olyan, hogy életben maradhatott volna. Holott él. Csiúi szigetén, a fárőrfok előtt Fidzsitől éjszakra. Ott megtalálhatja ön is. Hm. Ez érdekel, Felelte élénken teú. És biztosan abban, hogy Gustav bár Csiúi szigetén van? Nem lennék ebben biztos. Gustav bár egyáltalán nincs semmiféle szigeten. Hát akkor hol találom meg? Itt, San Franciscóban. Mi? Képzelje el, hogy Stanley mennyi fáradtságtól kímélte volna meg magát, ha Livingston ott van vele már az induláskor, mint kézipodjász a karaván holmia között. Hihetetlen, hogy ezt az egyszerű eljárást még eddig nem alkalmazták. Ön lesz az első. Vigyázzon a kormányra! Mr. Theo elgondolkozott. Ha Gustav bár csak ugyanitt él valahol, akkor megoldották a házhoz szállított mesterséges világhír szabadalmát. És hol van e pillanatban Gustav Bár? Most? gondolkozott. Milyen nap van ma? Szerda? Á, takorán van. Gustav Bár itt ül maga mellett az autóban, éhes és unatkozik. Hé, 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 felfut a járdára! Nézze, ura, mondta Mr. Theo, amikor végre a terített asztalnál ültek és a pincért várták. Ön az ágyam alá mászott, nem szóltam semmit. Gorombáskodott velem, lenyeltem. Ön turkát a szekrényemben beletörődtem. Kételkedett a tisztességemben, de úgy, mintha ez is nagy megtiszteltetés lehetne számomra, hagytam. Rendben van. De most figyelmeztetem a következőkre. Becsület szavamat adom, hogy leveszem önről az ingemet, nem fizetem ki a reggelijét, és a rendőrségre viszem betörését, amennyiben nem felel arra a hihetetlen és a rejtélyes pimasságra, Miért kérdezte, hogy milyen nap van ma, mielőtt közölte, hogy az önneve Gustav Bár? Mit felett volna, ha péntek lenne, vagy kedd? Jól gondolja meg, uram, a válaszát, mert elégtelen indok esetén egy tompa evőkéssel indián módra megskalpolom, lenyúzott fejbőrét derekán viselt övembetűzöm és elmegyek. Az elhunyt rendőretlenül fogadta a -e kitörést. Nem féltem a fejbőrömet, szólt nyugodtan ha megvoltam valahogy csőben sütve, meg leszek hajviselet nélkül is. Ám vendég szeretetért hallja felvilágosításomat. Lehunt egy pillanatra szemét, mint aki összefoglaló visszapillantást vett mondani valója tárgyára, azután halkan belefogott. Small Egon álnéven ügynök vagyok. Leadott megrendeléseimért szerdán lakásomra küldik az egész heti jutalékomat, mivel utazom a hét legtöbb napján. Az igazi földrajzkutató sohasem képes az utazással végkép szakítani. És mondhatom, a porszívóval bejárt útvonal is érdekes felfedezések, meglepő tapasztalatok útforrása. Ahol nem nélkülözöm a veszélyt, a megpróbáltatásokat, és sűrűn akadnak közben vademberek, vagy ami ritkább, még szelídek is előfordulnak a vásárlók kegyetlen, ősi törzsében. Ha nyilvánosságra jut, hogy Gusztáv bár vagyok, úgy vége, derűs, nyugodt életemnek. Mi az eset, ha nem egyezünk meg, és menekülnöm kell a maga várható indiszkréciója elől. Már sem cégemnél, sem lakásomon nem fordulok meg többé. Tehát, ha kedv van, vagy szombat, és jutalékom még esedékes. Úgy kétszer is meggondolom, hogy nevemet közöljem -e. De mivel szerda van, és a pénzt már bizonyosan kiküldték, anyagi kockázat nélkül bemutatkozhattam, és menekülhetek is, ha kell. Amennyiben most nem kér bocsánatot tőlem, úgy ön természetesen legyen hétszer átkozott. Belátom, hogy igaza Kérem, bocsásson meg, és mondja el, hogy mit gondol. Előbb természetesen fogyassz el a tegnapi reggeliét, és csak azután fogjon hozzá. Úgy van, azután hozzá fogok mai reggelimhez. Így is történt. Elfogyasztotta az előző napról esedékes és a mai napról elmaradt reggeléjét, sőt, mivel ki tudja, mit hoz a holnap, a másnapi reggeliét is elfogyasztotta. Amikor ezzel megvolt, lehunta a szemét mint pogányidők nagy váteszei, ha elmélyülnek önmagukba, mielőtt jövendőlésüket a törzs jelenlétében kinyilatkoztatnák. Kisebb, inkább botanikai, mint felfedező utakkal kezdtem tüneményes pályám. Első próbálkozásom egy társasággal a déli sark felfedezésére irányult. Miután megtaláltuk ezt a helyet, hazatértem. Nagy kutatóutakra nem is gondoltam, de a sorsnak egy villanyos út szakasznyi része is elég, ha le akar csapni. Ez a szomorú tényállás. Kis hajommal a szigetvilág flóráját tanulmányoztam, amikor Manila előtt váratlanul orkán szakadt reánk. A világjáró tudós élete Isten kezében van. Így történt, hogy beteljesedett a végzetem. Manila zátonyos partjain egy háromnapos pusztító vihar következtében megnősültem. Igen. Érkezés után legszörnyűbb felfedező utamra kellett indulnom. Zuhogó záporban, gyaloghinton, hotel szobát keresni Manilában. Hagyjuk a drámai részleteket, nem írom le a város első rangú szállodáit, melyekben a túlnépesedett Japán vagy Kórea folyóvizeken élő lakosságának mintájára már a puszta fürdőszobát kínálhatták csak fel, hol a kádban az alvók feje felett nyugtalan zuhancső mered damokleszi szörcsögéssel. Beszélhetnénk olcsó, kevésbé zsúfolt hotelekről, melyekben, mint az Ázsia cseppéin önellátásban élő nomádok, mindenki magával hozza hálóhelyét és ragályos betegségeit de ez nem fontos jelenség. Folytassuk hát ott, amikor éjjel egy órakor szakadó esőben kimerülten gyalogintóban ültem, melyet a kuli leszorított úgy a segítségével magasan és meredek évben egyensúlyozott a feje felett, mert így akarta kifogni velem a záport, és bár legalább azt remélhettem volna ezért, hogy később összecsukva beállít pihenni egy esernyőtartóba. De akkor még ifjú voltam, és elszánt, mint Kolumbusz kollégám, akiről talán még ön is olvasott. Az indiai átjárót kereste, és felfedezte egy megbocsáthatatlan tévedés folytán Amerikát, miután ez a földrész véletlenül a két kontinens között tartózkodott. Nem a kenyér ricség beszél belőlem, amikor ezt megállapítom, de elvem, hogy egy baklövést nem menthet az eredmény. A lényeg az csak egy választás volt számomra, kihúzni valahogy az éjszakát. Egy bárba vitt sebes trabban Tudományos pályám során először jártam a grillekben tanyázó, úgynevezett öt órai népség között. A hölgyek zörgő karpereceikkel, dús festékeik harci színeitől egészen a cigarettájukig Egyiptomot juttatják eszébe a tudósnak. Egyiptomot! ahonnan tudva levőleg a festett lábköröm divatja származik, továbbá a tíz csapás. Először figyeltem meg táncukat, melyhez érthetetlen oknál fogva sem láncsát, sem szekercét nem használnak. Később már nem akartam mást, mint ez a bizonyos Kolumbusz nevű annak idején. Egy átjárót kerestem a parkettől a ruhatárig. Ám ekkor közöttem és a parket között utamba került egy nő, mint egykor Amerika szerencsés kollégámnak. Felfedezett a feleségem. Akkor még ismeretlen és titokzatos volt számomra, mint Hajdan, Ausztrália, terra incognita korában, mielőtt Kukkapitány leleplezte, hogy bizonyára ön is tudja. Én nem tudok róla, de ha állítja, hogy ez a rendőrtiszt leleplezte önadságát, akkor bizonyára úgy van. – Ausztráliát, gondoltam, uram. Hmm, – Szóval elég annyi, hogy ott állt előttem egy leány. Karcsú, mint a tűzföld. Titokzatos, mint az iráni fensík. És olyan kacér, hogy ahhoz fogható földrajzi fogalom alig létezik. – Nem is ragaszkodom ahhoz, hogy őnadság a kacérságát festői útleírásokkal érzékeltesse. – Nem is teszem. Régi alkoholisták szerint kitűnő fizikumú földrajz kutatók sem bírnak el többet egy üvegpesgőnél. Kivéve talán Marko Pórót, aki bizonyos vakik szélhámos volt, vagy Cecil rhodes aki inkább diplomatának számít. Itt tehát érthető, ha bizonytalan hullámzással közeledett életem jámbor hajója a feszes sejembe csavart, lágy hullámú ringatódzás felé, melynek hátterében a végzett lappangot. Mert ez a nő olyan volt, mint Afrika. Dúsan festői, titokzatos, egzotikus, forró. És tudott csókolni. Bocsánat, hogy félbeszakítom, de nem értek a földrajzhoz. Hogy tud Afrika csókolni? Alacsony rendű tréfálkozásos sokkal triviálisabb, hogy sem sérthessen általa. Tehát folytatom higgadtan megismerkedtem ezen az estén pályafutásom karal zátonyával. Képzeljen el egy zátonyt, vál nélküli estéi ruhában, csodás kék szemmel. És olyan volt, tudom, olyan volt, mint a tűzföld, vadul csókolt, mint Afrika, hullámzott, mint az iráni fensík, és átkarolta önt, mint felső mongólia. Gyerünk tovább. Ott rombassága ezúttal sem sért. Megismerkedtünk, és újabb egy pesgőt ittam, amit talán még Pizárrónak vagy Korteznek is megártott volna, holott ezek elsősorban hódítók voltak, igaz-e sem. Ma már kitudhatatlan, de többen is állítják, hogy hajnalban. Lelkes nyerítést hallatva magam futottam feleségem gyalogintójával a szállodáig. Ma sem értem, hogy mégis egy kövér, vén telepes szállt ki elégedetten, és ötven centet adott. A monszun további két napot dühöngött, és én további nyolc évet, mivel 24 órán belül elvette feleségül ezt a hölgyet. Azt hiszem, sikerült megértetnem önnel, hogy milyen egy korallzátony. Bár remélem, amúgy is tudta. A zátonyokat, illetően csak a víz alatti tönkről volt tudomásom. Mindegy. Ha akarja, egy korallzátony közepére kerültem, ha akarja, a tönk szélére. A fő hogy zátony volt ez, titokzatos víz alatti ősképződmény. De hogy tudod csókolni? Ne hangsúlyozza. Megjegyeztem, hogy a korallzátony úgy csókol, mint Afrika, kecses, mint a tűzföld, és általában önadság a kacér, mint a jelentősebb földrajzi fogalmak. Most szeretném tudni a sok beszéd magvát. Ön nem elég tömör? Hát, felelek önnek úgyis, mint tömör. Világosan és egyszerűen anélkül, hogy elkalandoznék. Nos, a földrajz kutató pályáján általában döntően jelentős felévelést jelent, a megnősül. Ilyenkor kerül sor a hosszú, nagy horderejű, esetleg több éves útjaira, amikor semmiféle dzsungel nem lehet elég mély, sötét, távoli és veszélyes. Ami az én házasságomat illeti, e tekintetben ideális volt a feleségem ugyanis szenvedélyesen szájharmonikázik. Tiszta Én hallottam a prédát kereső berber oroszlán ordítását, és bombéjben jelen voltam, amikor egy veszett elefánt utolsó sóhaját lehelte kürcólomban. E hangok ma meghitt emlékeim, ha nőm szájharmonikázására gondolok. A harmonika okozta hogy rászántam magam az Amazon dzsungelének felderítésére. És csoda, hogy ma még arra felé ismeretlen rész is van. Egyszer elmentem el harmonikázás miatt a középafrikai afrikai Rudolf tóhoz, másszor bezárkoztam a fürdőszobába, és megeresztettem a vízcsapokat. Végül a Csiúi szigeten, mielőtt visszafordultam volna, éreztem, elég betelt a mérték minek mennék haza a kannibálok közül? Békében nyugodtan maradhatok itt. Így is lett. Jól aludtam, nagyszerűen éltem, és híztam. Ez lett a vesztem. A kanibálok kezdtek szemérmes mosolyjal nézegetni. Ajándékokat és ínyenc falatokat hoztak. Sejthettem, hogy az ünnepekre híznának és meghívókat küldenek vidéki rokonaiknak rám való hivatkozással. Egy délelőtt a főnök, kínos zavarban elnézésemet kérve közölte, hogy este elkészítenek, és szívesen teljesítik az utolsó kívánságomat. Ha akarom, spékelten, ha akarom, pácolva tálalnak fel, de ha tetszik, tűzdelhetnek is, mondották, mivel a törzset nem jellemzi a kegyetlenség. Hiszen ők titokban spékelve szerették a földrajzkutatót, csupán előzékenységből ajánlották fel a választást. De mégsem ettek meg. Nem mondja. Kevés hiányzott ehhez. Szerencsémre délután kikötött egy hajó, és néhány matróz sértőnek talált az elgondolást, hogy hurkának töltsék őket, vegyes felvágothoz. Ebből szóváltás lett, majd kézítusa, és nekem sikerült elmenekülnöm a hurkajelöltekkel, de magammal vittem valamelyik régi étlapról egy Egon Small amerikai ügynök nevét. Én voltam, aki a nyilvánossággal tudottam, hogy a kannibáloknál Gustav Bárt elköltötték az élők sorából. Ez a történelem? Most önön a sor, hogy megfelelő hírveréssel előkészítse az expedíciót, amely felkutat, megtalál és visszahoz. Hm. Ha így áll a dolog, ahogy mondja, miért megy haza ismét? Nem jó volt itt San francisco -ban? búsan bólogatott. Nagyszerű volt, de az a nő még itt sem hagy békében. El akarja hitetni velem, hogy áthallatszik Londonból, ha önadság a szájharmonikán játszik? Tudja ön, hogy mi az a hazajárás? ne? Ha romlott lelkivilágú földrajzkutatók nem költik hírüket, hanem becsületesen hazautaznak a családjukhoz. Hmm nem vitatkozom. A lényeges az, hogy halálom hírére feleségem spiritiszta lett, és azóta meghív minden szeanszra a túlvilágról. Van valami a spiritizmusban, vagy nincs, én ezt nem tudom eldönteni, egy bizonyos... Minden éjszaka azt álmodom, hogy felébredek otthon a lakásomban, és együtt vagyok a feleségemmel, és harmonikázunk álmomban megtanított. Hát én inkább hazamegyek, a lakásomban alszom, és azt álmodom, hogy felébredek San francisco mivel itt jól érzem magamat. Sajnos, uram, ha egy asszony molesztálni akarja a férjét, legyőzi a halált is. Számomra ez a tanulság. Találjanak meg tévedések, bajongások és küzdelmek árán annak rendetlen módja szerint. És hogy illik magát megtalálni? Nem egyszerűen. Önnek majd fel kell mutatni a bizonyítékokat. El kell, hogy mondja az oknyomozó tudományos hátterű történetet. Ha nem talált meg annak rendje és mondja szerint, akkor csak kinevetik és leleplezik. E tekintetben nem jelentek kedvezményt, ha hajóján is vagyok elrejtőzve. Hogy képzeli a kutatást? Én beköltözöm önhöz, és elbújok a lakásában. Azután következik a sajtókampány. Mi lett Gusztáv bárra? Végül jön maga, és expedíciót szervez. Indulás? Gondos kivitel. Méréseket eszközöl, összevetik adataikat, kikérdezik a benszülötteket, behatolnak a Csiúi sziget belsejébe, és a vadon közepén rámbukkannak. Jó volna, ha begyakorolnál velem a nagy pillanatot Stanley élettörténetéből. Őt például szélhámossággal gyanúsították, pedig csodálatos volt, amit tett. Nekünk tisztább kézzel kell cselekedni, mivel szélhámosságról van szó. Szóval, hogy ment ez a jelenet? Amint Stanley megpillantotta Livingstont, így szólt. Ha nem csalódom, ön, Mr. Livingston? Esetem meg Bárt kell mondani. Én majd kezet nyújtok? és ezt felelem? Yes. Mire ön elismétli Stanley forró szavait, hálát adok Istennek, hogy önnel találkozhattam. Nagyon szép lesz, sóhajtotta Mr. Teó. Ön majd kell valaki, aki súgja. Megéri a fáradtságot. A benszülöttek rivalgása, kísérőinek sorfala között a hajóra megyünk. És maga vissza fogja vinni feleségéhez a teljesen elvadult felfedezőt. Maga nem látszik éppen elvadultnak, hát most nem is, de majd nézzem meg, ha vissza fog vinni a feleségemhez. És már a puszta gondolattól valóban sokkal elvadultabbnak látszott.